A kormány nemet mondott az egészségügy privatizációjára, arra, hogy profitra hajtó spekulánsok kezébe kerüljenek a betegek, mondta a miniszterelnök Nagykanizsán a Kanizsai Dorottya kórház átadó ünnepségén. Orbán Viktor hangsúlyozta, a kabinet a népegészségügyi termékadóból költ fejlesztésre. A 100 000 embert ellátó kórháznak például 400 millió forintos támogatás jut idén, de a rekonstrukció 3,5 milliárd forintba került. A miniszterelnök emlékeztetett, 4 évvel ezelőtt a szakadék széléről húzták vissza a magyar egészségügyet. 2010-ben azt gondoltam, hogy 4 évvel később az lehet a legjobb hír, amit megoszthatok önökkel, hogy egyetlen kórház sem dőlt be. Ez igaz, de ennél többre futott a Magyarország erejéből. Ennél többről számolhatok be, ennél többet teljesítettünk. A magyar egészségügyi rendszert biztos alapokra helyeztük, a kórházak adóssága 4 évvel ezelőtt 120 milliárd forint volt, ezt 1/4 évvel sikerült csökkenteni. Ma Magyarországon több mint 300 milliárd forintot meghaladó fejlesztés történik, és közel 400 egészségügyi fejlesztési program fut az országban, Győrtől Gyuláig, Nagykanizsától Nyíregyházáig, vagy Mohácsról éppen Vácig. 22 új mentőállomást építettünk, és 60 új mentőállomást újítottunk meg. 200 új mentőautót állítottunk szolgálatba. Sikerült megfordítanunk azt a trendet, miszerint az orvosok nagy számban külföldön keresik a boldogulásukat. Még ugyan sokan hagyják el Magyarországot, de már kevesebben mennek el, mint korábban, és a 2009-es szint alá szorítottuk az elvándorlást.